Az olimpia szerdai játéknapjának egyértelműen legnagyobb szenzációja, hogy Gyurta Dániel 2 perc, 7 másodperc, 28 százados új világrekorddal lett olimpiai bajnok 200 méteres mellúszásban. A dzsúdós Csernovicki Éva bronz és Ungvári Miklós ezüst, valamint a kardozó Szilágyi Áron aranyérme után ez már a negyedik medálunk az ötkarikás játékokon, és a második, ami nagyon fényes. Nagyon örülünk, és mi is nagyon gratulálunk az Áronnak, nekünk ez egy nagy siker, mert érezhető a gyerekek jelentkezésében már most, hogy ez egy nagy siker ért el, ami a sportot támogatja nagy mértékben. Együttes találat 4-3. Csütörtökön délután épp a vívók voltak a sportterasz vendégei a megyeháza mögötti téren. Ők is szorítottak a férfi kézi válogatottnak Horvátország és a férfi vízilabda válogatottnak Románia ellen. Az olimpia pénteki programjában végre elkezdődnek az atlétikai számok, de lesz evezés, judó, műugrás, sportlövészet, úszás, vitorlázás és női vízilabda. A sportterasz vendégei pedig az ökölvívók lesznek.